A koronavírus járvány idején a gyáli kertbarátoknak is nagyon hiányoznak a személyes találkozások. Az egyesület elnöke arról beszélt televíziónknak, hogy miként vészelik át tagjaik a korlátozásokat, a szabadidős programok lemondását. A kertbarátok kerek születésnapi kiállításra készülnek. Annyiból vagyunk szerencsések, ugye, hogy nem a négy fal között kell lennünk, hanem ugye kerteket gondozzuk. A kapcsolattartás az megy interneten, telefonon, Facebookon, és hát mindenki csinálgatja a kis kertjét. Hát én bízom benne, hogy szeptemberre, amikor a szép kertek pályázata lesz és a terménykiállítás, addigra hát gyönyörűbb lesz. Én abban bízom most, hogy ez a bezártság, hogy az embereket ugye kikényszerítette a kertekbe, így most sokkal szebbek lesznek a termények, szebbek lesznek a virágok, minden, meg ugye többet foglalkoznak a kerttel. Sajnos az időjárás az ugye nem kedvez, mert száraz időnk van, 10-30 centi a földnek a szárazság mélysége. Annyiból a bogarak részéről viszont kedvez, mert a monilia ugye nem tud fertőzni, meg a tafrina sem tud annyira, ez a gombafélék nem tudnak úgy nőni, hát itt a locsolással kell ellensúlyozni ezt a dolgot. Hát jelen pillanatban így állunk, hál' Istennek a tagságunk körül nincs fertőzött senki, úgyhogy állandóan tartjuk a kapcsolatot egymással, és hát öntjük a lelket egymásba, szeretnénk már minél előbb találkozni, mivel nagyon sok programot le kellett mondanunk ezáltal a betegség miatt. Le kellett mondanunk a nőnapot, le kellett mondani az anyák napját, le kellett mondanunk a vízvilágnapjára meghirdetett rajzpályázatot a három iskolának, ugye az okleveleket, emléklapokat átadni, ki van értékelve, oklevelek készen vannak, amikor az iskolásokat ugye be tudjuk hozni tulipánovodával együtt. Előre tekintve ugye ezeket a programokat majd szeretnénk bepótolni, mert azért a hölgyekről illik megemlékezni, ha van anyák napja, ha nincs, ezt be fogjuk pótolni, ahogy majd ugye a program engedi. A 40 éves jubileumi évfordulónkat szeretnénk az idén ünnepelni. A Kertbarát kör ugye Gyálváros legrégebbi civil szervezete. Június 26-án, ez pénteki napra fog esni. Akkor szeretnénk egy háromnapos kiállítással a kamaraterembe. Erről viszont már gondoskodik a csapat. El van osztva a feladat, már megvettük a kartonlapokat, megvettük a képkereteket, a fényképeket már gyűjtjük egész az alapító tagoktól kezdve, összegyűjtöttünk képeket, mindent, úgyhogy ebből szeretnénk egy nagy kiállítást nyitni, és hát arra a napra a szarvasi kertbarátok lennének még plusz a vendégeink, és hát természetesen ugye a városnak a vezetése, a régi vezetése, a mostani vezetés, intézményvezetők, hát akik 40 évig segítették a kertbarátkör munkáját. És hát utána már bízunk benne, hogy a következő lenne ugye két egyesület megszűnt gyálon, két nyugdíjas egyesület, ezt tudjuk. Azok a tagok most ugye próbálnak helyet találni magukat, sokan átjönnek a kertbarátkörbe is, és hát most ugye, amit a Nyugdíjasok Közhasznú Egyesülete csinált ugye a Szüreti Fesztivál gyálon, és csinálta a Mártonnapi rendezvényt, ezt az Arany János Közösségi Házzal és a Gyálváros Önkormányzatával együtt csinálja a gyáli kertbarátkör. És hát akkor ott van még a Libanap, amit említettem, a Szüreti Fesztivál, ott lesz nekünk a borverseny, pálinka verseny, és hát utána van még a Mindenki névnapja és az évzáró. Hát programunk lenne bőven, reméljük, hogy a vírus is megengedi ezeket a programokat, és be tudjuk az idén pótolni és befejezni a csapattal ezt a nagy valami munkát, amit tervezünk. Köszönetet szeretnék mondani Gyálváros Önkormányzatának, mert ugye ők gondoskodnak a tagságunkról, aki teljesen egyedülálló, mindennel kiviszik az ételt, segítenek, bevásárolnak, a közösségi házba pedig a Bretus Imre igazgatónak és a csapatának, a Bakó Lillának, Velkeieknek, ők segítenek, mert a 40 éves évfordulóra szeretnénk kiadni egy 100 darabos, 40 oldalas kiadványt, amit én megírtam az alapító tagok fényképeivel, leadva az összes régi tagnak a fényképeivel, az idei programokval, úgyhogy ők nyomda alá készítik ezt az anyagot, hogy remélem, hogy májusban nyomda alá tudjuk tenni, és egy 100 darabos kiadványt még meg tudunk ebből az alkalomból is jelentetni. Az eddig elmondottakból is kitűnik, hogy a kertbarátoknak leginkább a személyes kapcsolat hiányzik.
a személyes kapcsolattól ugye nincs jobb, mert ugye jó tartjuk kapcsolatot, de a személyes találkozás az már nagyon hiányzik az embereknek. Azért erősítjük egymást, bátorítjuk egymást, mindenkinek meg vigyázom magára, családjára, és minél előbb találkozunk személyesen, és hát ugye a másik kertbarátkörökkel ugye elmaradt az országos kertbarátszövetségbe is, mi kertbarátkör ugye tagja az országos szövetségnek is, az is az idén lesz 50 éves, úgyhogy oda is kellett volna menni, ugye az is elmaradt, de mi a személyes kapcsolat, a személyes találkozás, az nagyon hiányzik az embereknek. De hát ugye ezt meg kell érteni, bátorítjuk egymást, fegyelmezettek a tagok is, azért főleg az, hogy kérjük azt mindenkitől, hogy legyen fegyelmezett, mert akkor minél előbb elmúlik, ezt értsék meg az emberek, fogadják meg a tanácsokat, a jó tanácsokat, nem akarnak a szakemberek rosszat, ezt mi megértjük. És hát nagyon várjuk a személyes találkozásokat. Ez az egy nagyon hiányzik, ez mindenkinek, mert azért az ottani hangulat azért az nem olyan, mint ugye a Facebookon, nem olyan, mint az a személyes kapcsolat, az egy más kontaktus, ez minden ember. És hát ugye egy idősnek is hiába van az, hogy a kertben el van, de azért más az, hogyha el tud jönni a közösségi házba, a csapattal együtt van, együtt vagyunk a taggyűlésen, együtt vagyunk a rendezvényeken, ez nagyon hiányzik. Király László és kollégái a kerti munkák során továbbra is segítenek mindazoknak, akik ezt kérik. Mindenkit ellátnak jó tanácsokkal és szakvéleményekkel, közben pedig a gyáli köztereken is dolgoznak, és jól állnak a tavaszi munkákkal is. Vannak, akik kérik a segítségünket, előtte volt még a vírus előtt ugye volt a meccés, abban sokat segítettünk, a tagjaink elmentek mecceni is. Szoktak kérdezni a gombaölőszerekről, a permetezésről, a lemosó permetezésről, és hogy milyen virágot ültessenek, hogy kikérik a szakvéleményünket, mi meg nagyon szívesen segítünk természetesen ebbe a dologba is. És hát annyiból szerencsés helyzetben vagyunk, hogy amit vállaltunk Gyálváros önkormányzatának, a terek, a közterek gondozását, ami ugye nekünk áll az emlékhelyből, a Szent György emlékhelyet, a Kálvin teret és a Vecsési út keresztezési út sarkán lévő keresztnél. Az összes virágot be tudtuk ültetni még a vírus előtt, és most tagságunk azért locsolja, úgyhogy hál' Istennek szépek a tereink, amit vállaltunk, és hát közben, amit szerettünk volna még segíteni, hát az most még ugye nem jön össze, de ez a három tér is rendben van, be van ültetve a virága, úgyhogy nem vagyunk elmaradva a kinti munkákkal, megelőztük a vírust, úgyhogy itt szerencsénk volt.